Sorra érkeztek a szavazók április 8-án a Városházára, miután igazolták magukat, beléphettek a szavazófülkébe. Itt reggel 9 óráig már több mint 200-an adták le a szavazataikat az országgyűlési képviselőválasztáson. Pakson ismét az urnákhoz mennek hamarosan a választók, a városban ugyanis időközi önkormányzati választást tartanak Magyarné Nagy Edina halála miatt. Ulbert Sándorra is lehet majd voksolni, a Fidesz-KDNP jelöltje csütörtökön adta le ajánlásait. Megkerestek a körzetből, nagyon sokan. Már mondták, hogyha kell, akkor inkább ők gyűjtenek aláírást, de álljak neki és induljak el újból. Nagyon megköszöntöm nekik, és úgy voltam ezzel az egész dologgal, hogy megteszem, és akkor kihoztam 10 aláíró gyűjtő évet, és akkor azt aláírták a lakosságnak, amit ezután is köszönök. Szelíd és megbeszélhető kampányt szeretne Ulbert Sándor, a képviselőjelölt azt mondta, van már terve arról, milyen feladatokat lásson el. Nagyon szép vízapark épült nemrég, az még nincs teljesen befejezve, oda egy ivókutat szeretnének, oda leszeretnék, hogy legyen kerít, vagy a gyerekek nehogy kirohanjanak az útra, amit én is teljesen reálisnak tartok, sőt, ezt meg is lehet biztos oldani. És egyéb utaknak majd még a megvalósítását ahhoz, hogy kényelmesen és jobban lehessen közlekedni. A helyi választási iroda vezetője szerint eddig két jelölő szervezet jelezte, hogy jelöltet indít. Ezen a két jelölő szervezet, illetve a jelöltön kívül más érdeklődő eddig nem volt, ez nem zárja ki azt, hogy még nem lehet induló, hiszen jövő, tehát 30-án hétfőn 16 óráig lehet leadni az ajánlásokat, ezt követően gyakorlatilag kezdődik az igazi kampány. Időközi választásról lévén szó, a helyi választási iroda vezetője szerint moderáltabb választás lesz, mint egy ciklus végi. Utána már csak a választási irodának vannak feladatai, hiszen elkészíteti a szavazócédulát, természetesen ugyanolyan feltételrendszer mellett, mint egy nagy választásnál, tehát sorsolás lesz, leadjuk a Nemzeti Választási Irodának, ők kiszállítják ide a szükséges nyomtatványokat, és szeptember 2-án pedig megtörténik a választás. Az előzetes számítások szerint a szeptember 2-i időközi választás eredménye este 8 óra körül már végleges lesz.